Ma este is nagy szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt a webisio.org-nak a magyar nyelvű eredesen halacha és modernitás zsidó vallási új kérdések napjainkban. És a mai téma, amiről ma este szeretnék beszélni, az egy izgalmas kérdés. A halacha és a demokrácia nak a viszonylag. Mi a zsidó világkép a társadalmi berendezkedésről? Mi az az ideál, ami alapján a zsidó vallás az államot mondhatjuk úgy, hogy kritizálhatja? Milyen berendezkedést vizionál a zsidó vallás első körben, mielőtt még egy államot megalapítanánk? Ezek mind olyan kérdések, amik a napjainkban is ugye biztos, hogyha Izrael államával foglalkozunk, akkor sok vitát felvet, illetve sok kérdést teszel. A kérdés az sokkal komplexebb, mint az ember első körben gondolná, és ugyan annak ellenére, hogy a zsidó vallásnak az egyik alapja és az egyik alappillére a messiásban való hit, a messiás eljövetelébe való hit, az egyik a 13 hittételek, amit majd mondés megfogalmazott. Ennek ellenére viszont ugye nem feltétlenül biztos, vagy nem teljesen tiszta, hogy pontosan milyen szerep jut addig a messiási időkig a királyságnak, illetve hogy a demokrácia elfogadásának forma a zsidó vallása, mint gyakorlati kérdés napjainkban. És az a kérdésem, hogy bárki, ebben az esetben mondjuk nem túl sok, Péter, hogyha bármi kérdésed van, én nagyon-nagyon örülök annak, hogyha az előadás interaktívabb, illetve kérdésekkel bombáznám. Az első, még mielőtt elkezdjük a diskurzust, az első a demokráciának a fogalma. A demokrácia sok mindent lehet, sok mindent jelenthet, illetve nagyon-nagyon függ attól, hogy az ember a világnak melyik tájékán él. Általában, ugye ma főleg Magyarországon hatalmas kérdés az a liberális, illetve illiberális demokrácia. Egyáltalán, hogy létezik ilyesmi, a kettő ellentmond egymásnak. De azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog, amit mi demokráciában megszoktunk. Többek között például a vallás és az államnak a szigorú elkülönítése, ez nem feltétlenül jellemző minden demokráciában. Az egyik példa erre például az Egyesült Királyság, ahol az anglikán egyháznak a befolyása, illetve a szerepe a kormányzásban a mai napig nagyon meghatározó, és láthatjuk azt is, hogy például Anglia, illetve az Egyesült Királyság, az államforma királyság, és mégis valamiféle demokráciát feltételez való, tehát a királyság ma az Egyesült Államokban alapvetően szimbolikus jellegű, és nem feltétlenül autoritár jellegű, mint amire számíthatnak. A másik ismérve a demokráciának, amivel a többség nagyjából egyetett, hogy a szabad vélemény nyilvánításnak az elve. A szabad megvannak saját különböző szabályozásai államonként változóan természetesen. Nagyon nagy múlik azon is, hogy az adott állam milyen határokat szab. Általában ugye az véleménynyilvánításnak a szabadságát azt szokták korlátozni, amikor az másoknak az érdekeit sérti, tehát például a Magyarországon a gyűlöletbeszéd és hasonló. Illetve láttuk azt, hogy pár évvel ezelőtt, amikor elkezdődött az arab tavasz, ott is sokszor vetődött fel a kérdés, hogy valóban az államot, illetve a vallást komolyan el kell egymástól különíteni, vagy sem. Ezeket fontos leszögezni, mielőtt még valamit gondolunk. Tehát a demokrácia önmagában nem egy egységes rendszert jelöl, hanem egy nagy
kategóriát, olyan helyzetekben, ahol az embereknek beleszólása van a dolgokban, de ez múlhat, ez különböző dolgoktól függő lehet természetesen. Az első kérdés, amit szeretnék feltenni, és egyébként, hogyha megnézzük a tabon, a demokrácia első forrás, az első forrás, az első kérdés az, hogy a dávidi monarchia az ideális államforma, vagy sem. Az első, első forrás, amit van, a Mózes 5. könyvében, Széfert Valim, a 17. fejezetnek a 14. versétől, Kitavu elhárat, amikor megjössz a földre, a seha semmel, a kéhen ott én lát, amit az örökkévaló a te Istened ad neked, viristah veya shaftaba, és örökölni fogod azt, és ott fogsz letelepedni, veamalta, és azt fogod mondani, a szima alaj melech, hogy vegyek magam fölé királyt. Kecholagoim a sebivotáj. Akár csak a többi nép, aki a környezetemben van. Ebben az esetben szomta szim alecha melech, biztonsággal aki királyt kell magad fölé választanod. A sebivchal a semelokéha, akit az örökkévaló fog választaniból. Mi kelevachecha a testvéreid közül, a szim alecha melech, közülük választhatsz királyt magadnak, lotu hallatét alecha isnochri, idegen férfit nem választhatsz meg királynak, a se lo achichahu, aki nem testvéred. Ez a vers, amit a Széfert Váriban olvasunk, ez nem teljesen tiszta, hogy ez egy úgynevezett resút, azaz egy opcionális mitzva királyt választani, vagy egy chiyuv, az egy kötelező jellegű mitzva. Hogyha valaki fellapozza a Tanachnak a lapjait, a Smuel könyvében, ezt most nem fogom végigolvasni, de ismerjük a történetet, hogy hogyan választott meg Smuel az első királyát Izraelnek, Saul személyében, aki Benjamin törzséből származott, még mielőtt ő királyt választott volna, a nép oda is mondhatott, és azt mondták, hogy szeretnénk királyt. És Smuel nagyon-nagyon, mondjuk úgy, hogy nagyon felkapta a vizet, és nem nagyon örült ennek a kérdésnek, pedig ha az első forrás megnézzük, ami még egyszer mi a Széfert Valimból, akkor az eléggé úgy tűnik a dolog, hogy a nép számára, a népnek a feltett kérdése, az egy helyén való kérdés volt, szeretnénk királyt, ahogy a népnek küldtünk, és ezzel szemben viszont Smuel, aki a próféta volt, és a biztos, hogy Mózes 5 könyve tiszta volt számára, úgy érezte, hogy a nép bizony nem érdemel, nem úgy nem érdemel, hanem nem helyi való kéréssel fordult hozzá. Pontosan mi is történik itt? Harmadik forrásban a Rambam, a Maimonides, a Hilchot Melachim, az utolsó nagy témakör, a királyoknak a halachái, ő így kezdje, Shelos mitzvot nitztavu Yisraelbe sávke nisztán la'aret. Három micvát kapott a zsidó nép, amikor onnantól kezdve, hogy Izrael földjére lép. Limnot lahem melech, az első az, hogy királyt választani maguknak, vagy királyt választani maguknak, se neemar, szomtaszim alecha melech. Ahogyan azt az első forrásban is olvassuk, királyt biztosan tegyél magad fölé király. Második, ulehachrit zal osel amalek, kiirtani Amaléknek a leszármazottjait, se neemal timche edezéhel Amalek. Ugye a vers szintén az 5. könyvben olvassuk, törölt ki Amalek emlékezetét. És a harmadik mitzva pedig, velivnod bait beit habechira, felépíteni a szentét. Se neemal, ahogyan azt a versben mondom, le sachnot idresu ugata shama, ahol az örökké való megpihen, és te oda jössz. Tehát a Rambam azt mondja, hogy három micva van, amit a zsidónéknek kell, királyt választani, Amaléknek az emlékezetét kiirtani, illetve egy szentét felépíteni.
A második halakhában, a Bét-től nézzük, akkor látni fogjuk, hogy a Rambam ezt nem csak úgy írta ezt a hármat egymás után, hanem ez bizony kronológiai sorrendben is így kell történni. Minuj melech kodem le milchemet Amalék. Az Amalékkel való harc, ott meg kell előzni a királynak a kiválasztásnak, se némál, ahogyan azt olvassuk Smuel könyvében, ott is elech hasem, lémesokhacha, lemelech, az örökkévaló engem küldött, mondja Smuel Saul királynak, hogy téged királynak felkenjelet, atta, és most lég, légita, et Amalek, és menj, és vív harcot Amalekkel. Veachata zera Amalek, kodemet levinyan habbal, és Amalek leszármazottainak kiirtása, viszont meg kell, hogy előzze a szentély felépítése, se némál, ahogyan ezt később volna, vagy hi, és történt akkor kiesav, a menetbevét, ahogy a király a házában ült, vár sem hiniach ló misadiv, mikol ojevav, és az örökkévaló nyugalmat adott neki minden ellenségétől, akik őt körülvette, vagy jomer a menech el Natán avanyag, és akkor Dávid király azt mondta Nátán profétának, anochi jesébe bajper az ime, én egy kőházban élek, miközben az örökkévaló egy mobil sátorban. Úgyhogy ez a két vers, amit a Rambam hoz, ami számára, egyébként ez a Sanhedrin traktátusból idézett, számára ebből a forrásból úgy tűnik, hogy ez a három bizony kronológiai sorra megjelenik. Me achashe hakamat melech, és most jön a kérdés az előző forrása. Me achashe hakamat melech mitzva, ugye az első mitzva a háromból, királyt választani. Ha ez viszont mitzva, lama lóta kadasba hú, se sálu, melech mismuel, akkor az örökkévalónak miért nem tetszett a népnek a kérése, amivel Smuel prófétához fordult a válasz. Le fisse sálu beterumak, mert mondjuk úgy, hogy arrogánsan, lázadó módon kérték az örökkévaló szemben. De lo sálu le kájem a mitzva, és nem azért, hogy a mitzvát végrehajtsák. Elámi pnési kacub is Smuel a nevi, azért, mert egyszerűen csak fel akarták bosszantani Smuel profétát. Se nem áll, ki ló ott háma a szú, ki ott ima a szú, ahogy a vers is mondja a proféta könyvében, Smuel proféta könyvében, nem téged, nem belőle csináltak nem veled szemben követtek el rosszat, hanem velem szemben. Az első forrás a Rambam szerint eléggé tisztán úgy tűnik, hogy bizony a királyság az nem csak az ideális, hanem micva jelleggel az a kötelező államforma. Ezzel szemben viszont a Ram, a Rabbeinu Nissim, a negyedik forrásban is mondom, és mostantól kezdve nem így fog minden forrásban, de először is kérek egy pillanatot. Ram, Rabbeinu Nissim, Zsiromiban élt, azt mondja ebben a drásában, amit az ő drásái közön nyomtattuk, hogy két nagy ága van a zsidó törvénykezésnek. Az egyik, amit ismerünk, az a Bétdin. A Bétdinnek a funkciója az, hogy a Tórának a törvénykezéseit betartsa, és ez a mai napig is, ez pontosan így szokott folyni, hogyha valakinek valami peres ügye van, akkor a Bétdin elért. Hogyan ítélkezik egy Bétdin? Mint egy rendes bíróság. Összeveti a bizonyítékokat, megnézi, hogy milyen szabályok vonatkoznak, és a szabályok értelmében dönt. A szabályok viszont nagyon-nagyon komolyan megkötik a Bédinnek a kezét, a Bédin nem léphet ki ebből a keretből. Ezzel szemben viszont a királynak a szerepe az egy teljesen más jellegű törvényhozás. A királynak a szerepe az, hogy rendet teremtsen. A királynak joga van olyan dolgokat is
törvénykezésbe hoznia, ami a maga a törvénynek, illetve a BD-nek nincs hatáskörében. Gondoljunk csak egy pillanatra Salamon királynak a történetére, ahol amikor két nő jelent meg előtte egy gyermek. A válasz pedig relatíve egyszerű. A nők igenis a BDN nemetek, de a BDN-nek nem volt hatásköre. Ez a hatáskör már csak a királyhoz tartozott. És erre igazából Rán azt írja, hogy a királynak ez a döntési köre, illetve ez az autoritár köre az, hogy képes legyen kiiktatni azokat, akik a törvénykezésnek a különböző kiskapuit próbálják kihasználni. Tehát a királynak természetesen be kell tartani a tórának minden törvényét, de az ő szerepe az, hogy megpróbálja megakadályozni, hogy a tórának, illetve általában az államformának bármiféle, mondjuk úgy, hogy problémája legyen, bármiféle csorba essen a becsületén, és valaki csak a törvénykezés kiskapuin keresztül bizony korrumpálja az államot. Egyébként, hogyha ezt megnézzük a mai rendszerben, bizony ez nagyon sokszor egy igencsak szomorú dolog, hogy az a tény, hogy nincsen az államnak igazából hatalma arról, hogy olyan esetekben, amikor valaki kijátsza a törvényt, vagy például látjuk, hogy ma nagyon sok esetben sajnos a törvényt úgy hozzák, hogy bizony direkt embereket állítson nehéz helyzetbe, ez egy nagyon-nagyon komoly és problematikus kérdés. És a Rám, a Rabbi Nissim még hozzáteszi azt, hogy ugye ez az uralkodói szerep a szó legszorosabb értelmében a királyi, amiért a nép kérése Smuel-le szemben teljesen helytelen volt, mert ők egy olyan rendszert akartak, ahol a királynak teljes jogköre van a rendszer fölött, és nincsen lehetősége e között a két hatalmi ág között mondjuk úgy, hogy különbséget tenni. Már látjuk azt is, hogy a középkori zsidó gondolkodásnál is megvolt az az elv, hogy bizonyos szerepköröket el kell különíteni egymástól, hogy az állam megfelelően úgy működjön. Egyfajta rend és végrehajtói szerep jár a királyságnak, de a törvény rendelkezésére, illetve a törvény alkalmazása viszont a BT-nek a kezében kell, hogy legyen. Ez volt a Rámnak a véleménye. Az ötödik forrásban olvassuk Don Yitzhak Abarbanelynek a spanyol aranykor végének az egyik leghíresebb rabbiának a véleményét, és ő az első, aki igazából megfogalmazta azt, hogy a Tóra ideál nem feltétlenül azt jelenti, hogy király kell, hogy legyen. A Tóra csak megengedés, az, hogyha visszamegyünk az első forráshoz. Ha a nép azt akarja, hogy legyen király, akkor kell, hogy király legyen. De hogyha a népnek erre nincsen szüksége, akkor bizony nincsen erre kötelezettség. Tehát ő azt mondja, hogy a micva, amit a Rambam megfogalmaz, az bizony nem kötelező jellegű, nem egy hiúv, hanem egy rizsüt, egy opcionális micva. Egy olyan micva, amit elfogadhatunk. Viszont természetesen ő valamiféle rendszernek szüksége kell, hogy legyen. Valamiféle rendet, teremtő rendszert mindenképpen hozni kell, illetve meg kell alkotni, de ennek nem feltétlenül a része az, hogy egy egyszemélyes király legyen. A Tóra csak megengedi, hogyha akarunk, akkor ugyanúgy, mint a többi nép király legyen. És azért mondja az Abarnarán, hogy a népkérése Smuel profétáról szemben helytelen volt. Miért? Mert számukra ott volt más Smuel proféta, saját maga is. Abarbanel szerint ebben az ötödik forrásban a Tóra három olyan funkciót adhatott volna a zsidó nép a király kezében, ami a Smuel idejében az örökkéval és a Tóra kezében volt.
Mi ez a három funkció? Az egyik, hogy megvédelmezze a népet, hogyha a... Bocsánat, egy pillanatra nem. Az egyik az, hogy megvédelmezze a népet, hogyha a háború elől. Egyébként ez abban az időben, most már idejében, ez az örökké valószínűleg a második, hogy egy jogrendszert építsen fel. Ez szintén a tórai törvénykezés akkor megtette. A harmadik pedig az, hogy amit az előbb a Rán is mondott, hogy azokat megbüntesse, akik kiskapukat találnak a törvény szellemével szemben. Abarban ez szerint ez nem feltétlenül a királynak a hatásköre, ezt egy bédin is megtehetné, hogyha csak arra gondolunk, talán van egy nagyon érdekes történet, hogy valaki egyszer egy rabbinikus törvénykezés hágott át, és szombaton teregelt, vagy az is a lovagolt, sabbat traktátusban olvassuk, és a bölcsek pedig halálbüntetést vontak, szabtak ki rá. És a kérdés az, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen egy rabbinikus törvénynek az áthágása egyértelműen nem jár halálbüntetéssel. A válasz az, hogy az adott korban, hogyha ezt a büntetést nem hozták volna így, nem hajtották volna így végre, abban a pillanatban a vallásnak az alapillérei, a sabbatnak az alapillérei csóbultak volna, és abban a helyzetben a Bédén úgy látta és úgy döntött, hogy bizony, ha most nem leszünk radikálisak és nem hozunk egy drákói döntést, akkor a jövőben elfeledkezhetünk ezekről a döntésekről, az emberek semmibe fogják venni, még a tórai tiltásokat, és nem csak a rabinikus tiltásokat, és ennek megfelelően ők halálbüntetést szabtak ki az illetőre. És az Abarban én meg vagyok arról győző, hogy ez egyik forrás, amit ő használ, annak én, hogy nem látom teljesen tisztán tehát az ő gondolatmenetében, de biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan forrás számára is, ami bizonyítja azt, hogy bizony a Bédin kezében vannak olyan lehetőségek, amik a kornak megfelelő szemlélete olyanokat próbálunk büntetni, akik a rendszert megpróbálják kijátszani. Tehát még egyszer az eddigi három vélemény, az egyik az volt, hogy Rambam szerint teljes mértékben kötelező jellegű a királynak a szerepe. Rabén Nissim, aki elmondta, hogy pontosan miért is van szükség a királyra, az, hogy a két hatalmi ágak, a törvénykezés, illetve néha a végrehajtás bizonyos esetekben, illetve törvénykezés bizonyos esetekben el legyen válaszva. Abban egyetért az utóbbiba, de ő azt gondolja, hogy ennek ellenére a Tóra nem kívánja meg tőlünk azt, hogy királyunk legyen, hanem olyan rendszert válaszunk, amilyet szeretnénk, amiben a király is belefér, ha ez a mi döntésünk. Az Achanonim a késői kommentárok között Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Benun, a Volozsényi Rosh Yeshiva 1816-1893-ig élt, ő az Emek Davá című kommentárjában, a már említett tórai vershez, ő azt mondja, hogy ő az Abarban ellen így ért egyet, hogy szerinte sincs szükség, illetve a Tóra nem kötelezően írja elő számunkra, hogy királyunk legyen. Ez mind időtől függ, helytől függ. Vannak olyan idők, amikor az embereknek jobban működik a demokratikus berendezkedés, és vannak olyan helyzetek, ahol a király szerepe, illetve a monarchikus berendezkedés működik jobban. Hogyha egy helyzetben a királyság működik jobban, abban az esetben bizony micva királyt választani. Hogyha nem, abban az esetben viszont demokráciát kell használni. Erre a pontra még visszatérünk. És most jön a következő nagy kérdés, hogy tegyük fel, hogy Abarbanelnek és a Nefinnek van igaza, hogy nincsen kötelező jellegű királyválasztás. Ez tényleg egy opcionális dolog. Ebben az esetben viszont a demokráciának mi a státusza? A demokráciai törvényhozás olyannak számít, mint egy király, vagy sem?
A Sanhedrin traktátusban olvassuk, hogy Jehuda, Rabbi Jehuda, Kérdőtánya, ahogy egy barátában olvastuk, Lójeszú sévet mi Huda, a jogar nem fogja elhagyni Jehuda törzsét, az a királyság mindig Jehuda törzsén van. Élu Rasé Galujot. Ezek a Rés Galuta, Sebe Babel. A babiloni számüzetés idején alakult ki ez a funkció, illetve később, akik igazából komolyan átvették ezt a pozíciót, azok már a római számüzetés után, akik a babiloniai közösségeket fenntartották, az ő vezető szerepüket hívtak, úgyhogy Rés Galuta, a számüzetésnek a vezetője, a számüzetésben élő zsidók vezetője. Ez a funkció, a Rés Galuta, a helyzeteknek a legtöbb esetében Jehuda törzséből kellett, hogy származni, akárcsak Izraelben a Sanhedrinnek a nasia, a Sanhedrinnek a vezető egyik, mondjuk ugye egy elnöke az Akbétin mellett. Mind a kettő esetében fontos volt az, hogy az illető Jehuda törzséből származó pedigrével rendelkezzen. És azt mondja a forrás, ez a baráta, hogy amikor a Jákob Jehuda törzsének egy állás ad, és ez a Mózes 5. könyv, Mózes 1. könyvének a vége, Lójas úgy évet meg, de hogy a joga soha nem fogja elhagyni Jehudának a törzsét, ez vonatkozik a Rés Galutákra is, azokra a vezetőire a számüzetésben a zsidóknak, akik Babilóniában élnek, Sérodén et Iszrael besedet, akik bizony uralkodnak a zsidó nép felett jogarral. A királyi bot lábuk közül, ez a joga két király, Jákob áldás a két királyi szimbólumot ad Jehudának, az egyik a jogar, az a sédet, a másik pedig a mechokék, mibének levez pedig egy hatalmas bot, ami a lábainál van, élu bené banav shel hillel shemelamdin tola berabim. És ez pedig egy referencia a baráta szerint Hillel leszármazottaira, akik nyilvánosan tórát tanítanak. Ezt a rabbinátus is hozzátartozik, Hillelnek a leszámozottjai, akik a naszik voltak, akik a Sanhedrinnek az elnökei voltak, és később egészen Rabbi Yehuda Nasi, Rabban Gamliel, ők mind, Rabban Simon Ben Gamliel, ők mind királyi leszármazottak voltak, és rájuk is vonatkozott ez a vers. Amit ebből látunk, ebből a barátából, a szanerizáltásútusból, hogy bizony a Gemara azt mondja, hogy valamiféle tényleg királyi státusza van azoknak, akik vezetik, akik mondjuk egy politikai vezetők az adott korban. A Rés Galuta gyakorlatilag soha nem volt, hogyha megnézzük az összes Talmudi traktátust, a Rés Galuták Babilóniában soha nem voltak rabbinikus vezetők. Sőt, mint több, nagyon-nagyon gyakran a Talmud bizony kritikus szemmel nézi a Rés Galutákat, akik nem hajlandók a rabbiknak a szavaira figyelni, hanem egy kifejezetten politikai vezetők voltak, természetesen nagyon oda kellett rájuk figyelni, mint királyok, és ez az, amit a Sanhedrin traktátus is implikál azzal, amit mondott ebben a barátában. Hogyha egy lappal tovább megyünk, akkor megnézhetjük azt, hogy ezt az elvet, hogy bizony politikai vezetőknek is lehet olyan szerepe hivatalosan, mint egy királynak, ezt később Avraham Yitzchak Kuk a Mishpat Kohen című írásában, vagy Rav Kuk volt a brit mandátum akkor még Palesztinának,
az első askenázi főrabbia. Rav Kook, aki saját maga litvániai jesivában tanult Volozsinban, ő azt írja, hogy bármiféle uralkodó szerep, amit az emberek létrehoznak, igenis a király státuszát használhatja. Ez éppen ezért mondja azt, hogy amiért lehetséges volt egyáltalán az, hogy a hanukai történet után a Hasmoneus dinasztia átvette az uralmat, ugyan nekik semmi joguk nem volt erre, ők bizony kohénak voltak, ők prapok voltak. Péter, azt hiszem, hogy te is kohén vagy, igaz? Nem. Nem? Bocsánat. Így vagy úgy, de az, hogy a kohénokhoz került a döntésjoga, illetve a királyság, ez nem volt helyén való nagyon sokak szemében. Ezért vannak, akik azt mondják, hogy ezért is van az, hogy Rabbi Yehuda HaNasi, a Mishnának a szerkesztője, semmiféle Hanuka traktátus nem hozott létre, hanem csak itt ott a Bava, a Nezikin traktátusban, azaz a Bava Kamában, illetve azt még a Bava Batrában megemlít egy-egy helyen a Hanuka ünnepét, mint egy micva, de ő maga egy külön traktátus nem hozott létre, értem, mint például a Megillát a Purim ünnepe kapcsán. Az egyik ok az volt, mert ő Jehuda törzséből származott, és mint király leszármazott, azt gondolta, hogy bizony itt a Hasmoneus dinasztia korrumpálta a királyi pozíciót akkor, abban a pillanatban, amikor átvették a királyságot. Ezzel szemben viszont a Rav Kook azt mondja, hogy ha az emberek elfogadták, illetve ezt a szervezetet maguk fölé nézve, aki rajtuk uralkodik, ebben az esetben valamiféle releváns, illetve jogos, jogerős királyi pozícióba kerültek fölünk, még hogyha ez nem is úgynevezett lehátkéna, nem is ideális eset, hanem egy bediávát, ennek ellenére a Hasmoneus dinasztia bizony jogos uralkodó volt. Ez az, amit Rav Kook mond. Rav Kooknak egyébként természetesen annak ellenére, hogy a korban nagyon nagy sokan volt, nagyon nagy volt az nem az ellenállás, hanem a feszültség. A cionista táborban a vallásos, illetve a nem vallásosok között. Rav Kook, én azt gondolom, hogy politikailag ezzel bebiztosította azt, hogy az emberek elfogadnak egy nem vallásos, demokratikus kormány. Igen, kormány pontosan, mert amit a nép elfogad, annak királyi státusza van. Hogyha én Péter nagyon szívesen hallom többször is. Hogyha egyel tovább megyünk, a 9. forrásnál látjuk Rambannak, Nachmanidesnek egy kommentárját, amit igazából azért került belőle a fogos, mert a Rabbenzion Uziel, Rab Uziel is az egyik, ki volt a nagy izraeli főrabbiknak, 1953-ban hunyt el, ő még nem láthatta Jeruzsálem újraegyesítését. Ő azt mondja, ő hozza ezt a Rambant, és ő azt mondja a Jákob áldására vonatkozóan, hogy pontosan azért, mert amit előbb említettünk, hogy a hasmoneusok mondjuk úgy, hogy erőszakkal elvették a jogat Jehudától, ezért büntették meg őket. A Talmud egyébként nagyon, nagyon komolyan azt mondja, hogy aki, hogyha egy kohén azt mondja, azt állítaná, hogy
én hasmoneus dinasztiából származom, biztos, hogy nem igaz, mert az első század, időszámításunk előtti első században az ír magját is kiirtották a dinasztiának. Ravuziel ez alapján, a Ramban alapján azt mondja, hogy lehetetlen bármiféle királyság, bármiféle királyság formát létrehozni egészen a messiás eljöveteléig. Magyarul jelen pillanatban nem, hogy csak nem egy ideális, nem lenne ideális a királyság, hanem kifejezetten tiltott jellegű lenne. Jelen pillanatban mi csak is kizárólag demokratikus berendezkedésű államot tudunk létrehozni. A királyság ugyanis nem működőképes, mert abban az esetben megsérteni a proféciát, amit Jehuda fiának mondott, hogy Jehuda törzsétől soha nem fog a joga eltávozni. Viszont a Ravuziel, akkor viszont hogyan nézünk rá, mi az álláspontunk a kormány, illetve a parlamenttel szemben, és ő erre azt mondja, hogy az Izrael államának nincsen malchut státusza, nincsen olyan státusza, ami, ez már a tizedik forrás, bocsánat, a lap alján, tehát az izraeli államnak nincsen királyi státusza, nem számít malchutnak, hanem mondjuk, hogyha csak egy szerepét veszi át a királyságnak, a rendfenntartó szerepét, amiről már beszéltünk, de nem direkt a királyságot. Ezt, ha megnézzük a Hatam Sofer 12. pontban idézi Rabbeinu Nissimnek a Nedarim traktátusra az írt kommentárját, ahol ő azt mondja, hogy Rabbeinu Nissim azt mondja, hogy a híres ez Dina de Malchuta Dina nem számít mérvadónak Izraelben. A Dina de Malchuta Dina az a mai napig számunkra egy nagyon-nagyon Dina de Malchuta Dina, ami az, röviden azt mondja, hogy a királyság törvénye törvény. Bármilyen országban élünk, ebben az esetben, bármilyen országban is élnék, kötelességünk betartani a helyi törvényeket, legfőképpen az adózásra vonatkozó törvényeket, abban az esetben, hogyha természetesen ezek nem diszkriminatív jellegűek, hanem teljesen egységesen alkalmazódnak a társadalom minden tagjára nézve, hogyha ezek diszkriminatív jellegűek kifejezetten a zsidóság ellen, akkor lehet ezekkel a dolgokon gondolkodni. Ezzel szemben viszont, hogyha lehetséges a törvénykezést megtartani, akkor kötelező jellegű. Egy példa egyébként erre ma egy nagyon-nagyon forró kérdés, a shchita és az európai társadalmak. Nagyon sok ország az elmúlt években, Dánia, Hollandia, Lengyelország, Belgium most éppen legaktuálisabban megpróbálta betiltani a kóse és a halál vágást. És a kérdés az, hogy számunkra természetesen ez nagyon-nagyon kellemetlen lenne, de néha elfelejtjük azt, hogy bizony Európán belül van egy-két ország, ami már hosszú évek óta, sőt évszázadok óta, jól tudom, a kóser vágás tilalma Svájcban már több mint 200 éves, ennek ellenére egy virágzó zsidó közösség van, mert nem szabad kósert vágni, nem vágunk kósert, ez nem kötelező jellegű, csak hogyha húst szeretnénk enni, akkor ebben az esetben nem eszünk húst, vagy pedig importáljuk. Látjuk, hogy a Dina de Malchuta Dina ebben az esetben nagyon működik. Természetesen sok országban, most ez csak a zárójeles megjegyzés, hogy sok országban ma Európában az főleg antiszemita jellegű intézkedésnek számítanak. Ahogy Belgiumban is, annak ellenére, hogy a belgiumi zsidó közösség nem feltétlenül osztja ezt a véleményt. Így vagy úgy, a Dina de Malchuta Dina elv az viszont nagyon-nagyon komolyan alkalmazandó adózási ügyekben. A Rán azt mondja, Rabbeinu Nissim azt írja ebben a
cikkében, a Neverin traktátushoz, hogy, ez a elv nem alkalmazandó Izrael esetében. Miért? Mert valószínűleg azért, mert az egyetlen egy legitim uralkodó forma Izraelben, az bizony egy Dávid dinasztiából származó király lenne. A Hatam Sofer azt mondja, hogy a 12-es pontban, hogy a Rabbeinu Nissim csak is kizárólag olyan gyarapító törvényekre, sajnos ez Magyarországon megint csak aktuális. Szinte minden törvény, amit mostanában hoznak, az bizonyos köröknek a vagyonát próbálja gyarapítani, zárója bezárva az aktuál politikáról. Viszont olyan törvényeket, amik a királyság betart, és ezek az alaptörvényei egy rendes társadalomnak, belérve az adózást is, a jogos adózást, illetve a jogos rendfenntartást, bizony úgy kell a Hatam Sofer, még a Rán is az egyetértem azzal, hogy ilyen esetekben úgy tekintünk a törvényekre, mint teljes mértékben legitim törvénykezés, mindenféle megszólítás nélkül. Az egyetlen dolog, amivel Rán nem értem egyet, hogyha valakit hivatalosan Izrael királyának neveznék egészen a messiási korig. Ha egy lépcsővel tovább megyünk, akkor most egy új témához lépünk, mégpedig az, hogy alkalmazhatjuk-e a közösségi modelleket. A közösség szervezet modelljét, ahol mondjuk egy zsidó közösségben, ahol ugye vannak a Rosh HaKahal, vagy a Rész Galut, mindenki azt választ, amit szeretne, alkalmazhatjuk ezt nemzeti szinten. A középkorban, egészen a 19. századig nagyon-nagyon sok zsidó közösség van, akik autonómiát élveztek bizonyos királyok alatt. A zsidóknak ezekben a közösségekben volt önrendelkezése, saját önkormányzatuk, saját adórendszerük, néha még az is a kezükben volt, hogy büntessenek és börtönbe zárjanak valakit. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatos nagyon érdekes történet, a Rosh Rabbeinu Asher. A 13. században az egyik legnagyobb európai autoritás, amikor a Rajna vidéki mészárlások elől Spanyolországot kellett menekülni, és Toledóban megfogta az Abbédinnek a pozícióját, a Bédin vezető rabbiának a pozícióját. Teljesen meg volt rökönyödve azon, hogy bizony a helyi közösségben, még a 13. századok is halálos ítéleteket hoztak végre. Szembe megy a Talmudnak, illetve a rabinikus irodalomnak a szellemével, illetve a lehetőségeivel. De látjuk azt, hogy voltak bizony a középkorban, sőt egészen még egyszer a 19. századig olyan közösségek, akiknek a királyok, illetve az uralkodók, a helyi uralkodók saját autonómiát adtak, illetve a saját önrendelkezési funkciókat. És gyakorlatilag ezeken a helyeken ezek a megválasztott uralkodók, vagy kis Rosh HaKahal, ők funkcionálisan egy helyi kormányzatot vezettek, ami a halakhát követte. És nagyon sok korunkbeli poszék, aki ezekkel a témákról beszél, azt mondta, hogy valószínűleg ez lenne a helyes és a mérvadó dolog, tehát egy olyan önrendelkezési módot képíteni, hogy valamiféle rendelkezésük van, de az emberek tudják, hogy ezek milyen keretek közül működnek. A Jeruzsálemi Talmud, a Talmud Jeruzsálemi, a megillatottatós Gimel Béknél, ez a 13. forrás, azt mondja, hogy egy 7-tagú grémium, egy 3-tagú grémium
Kezdjük. Gimel, mi Bét HaKnesset, ki Bét HaKnesset. Egy háromtagú grémium egy zsinagógából teljes mértékű és teljesen jogos reprezentánsa a zsinagógának. Designin de néha ír, és hét ember egy adott városból ki ír. Ők megfelelően tudnak reprezentálni egy teljes város. A jeruzsálemi tanú azt kérdezi, ma anan kájninan, én be se kiblu aléhen, a filu echad, én be se ló kiblu aléhen, a filu kama, kama. A tanú azt mondja, hogy álljunk egy pillanatra. Milyen helyzetről beszélünk? Hogyha valaki magára nézve elfogad akár egy embert is, hogy ő legyen az ő képviselője egy adott helyzetben, akkor itt miért kell három, vagy miért kell hét? Akkor még egy is elég. Viszont, hogyha nem fogadják el, akkor még akár 20 is. És éppen ez a válasz. Ella kén annan kájminan biztam. Normál esetről beszélünk. Normál esetben három egy zsinagóga, és hét egy városnak a grémium. A Prásba, aki 1235-től 1310-ig élt, elmagyarázza, hogyha nincsenek feltételek, amikhez kötött ez a képviselet, akkor bizony ezeknek az embereknek jobb, ez a három fős, illetve a hét fős vezető grémiumnak lehetősége van mindenfajta általános dolgot a közösséggel kapcsolatban képviselni, illetve döntést hozni. Hogyha ez a rendszer, akkor csak hét. Hogyha hétnél kevesebb, akkor a vezetőségnek bizony konzultálnia kell a közösséggel, hogyha esetleg új szituáció lép fel. Ez a mai napig is nagyon sok közösségben, nagyon sok rendszerben működik így, hogy bizony egy irény van egy vezetőség, illetve, és a vezetőség amennyiben elfogadott, illetve a vezetőség elfogadott, akkor őknek joguk van döntést hozni a közösség felhatalmazásával. Én azt hiszem, hogy nagyjából így működik minden rendes zsidó hitközség. Márini Rothenburg azt írja, döntéshozatal csak és kizárólag adófizető tagok hozhatják. Az ő többségük, tehát nem bárki lehet részt a döntéshozatal, hanem azok, akik anyagilag részt vesznek a közösség életében, az ő többségük tudja meghatározni azt, hogy kik legyenek a közösségnek a vezetői, és a kisebbségnek viszont kötelező elfogadni a döntést, akár vallási, akár pedig szociális, illetve politikai döntésre vonatkozik. A Rosh, a Rabbi Nasher, akiről már szó volt, ő is, ez a többségi nyilvánosság, ez a még egyszer a demokratikus rendszer, ők ezt teljes mértékben aláírják, mert hogyha ez nem működne, és ez az, amit a Rossz ír, akkor bizony soha nem tudnánk semmiféle döntést hozni. Ezt a mai napig is látjuk, hogy bizony az egyetlen egy probléma, amikor az emberek 51%-kal azt gondolják, hogy ők 99 vagy akár 100%-ot képviselnek. A Radba ezt a rendszert alkalmazom, mint a Rossz, illetve a többiek is mondanak, akár olyan lehetőségünk is adott, hogy olyan embereket állítsunk magunk fölé, illetve olyan embereket jelöljünk ki, akiknek a szokásosnál több hatalma van. Neki ezeket viszont az egész városnak, illetve az egész rendszernek kell megválasztani.
És de hát Tolava Medina, a 18. forrása, az Eliezer Waldenbergnek, aki a Cic Eliezer nevű sutott responzumot írta, azt mondja, hogy ez a, mondjuk úgy, hogy a Kehila modell, ez, amit Izrael államának követnie kéne. Ami a Rásbának a kommentárjára vonatkozik, ő azt mondja, hogy ez pontosan jogosítványokat adnak Knessetnek, hogy döntéseket hozzon, anélkül, hogy a közösségnek, az állam minden tagjával egyeztetnie kéne. Amiről viszont egyrészen valamiben nem beszél, az az, hogy mi van akkor, hogyha ezek a döntések a Tóra szellemével nincsenek köszön, urának kellene mondani. Ez volt eddig volt az ideális szituáció, és megpróbálom három percben még a gyakorlatot, illetve is összefoglalni. Az egyik az, hogy tehát tegyük fel, hogy lehetséges egy demokratikus zsidó kormányzatot létrehozni, akkor milyen gyakorlati kihívások vannak a halakhikus demokráciában, amikor a lakosságnak a nagyobb része, és egyébként ezt a modern Izrael államban is látjuk, nem érdekelt a halakhában, illetve egy szignifikáns részük természetesen, gértosabb, akik nem is zsidók. Sok forrás született a témában. Jedidiah Stern professzor egy írásában néhány kérdést vett fel. Tehát az egyik az, hogy ha tegyük fel, hogy a halakha elfogadja a demokratikus izraeli államiságot, elfogadja ezt a jelenlegi helyzetben, mint ideális formát, vagy kompromisszumként az adott helyzetben. Hogyha ez az első kérdés. A második, hogyha egy miniszterelnök, vagy egy parlamenti, a parlament egyik tagjának, a parlament egyik tagja a halakhát szeretné követni minden döntésében, abban az esetben a királyi modell, vagy a Kehila modell, tehát még egyszer a Kehila modell, amikor egy ember áll a dolgok felett, vagy a másik pedig az a Kehila modell, amikor a közösségi demokratikus rendszert alkalmazzuk. Melyik modellt kéne alkalmaznunk ilyen esetben, hogyha jóléti döntésekről van szó, szociális döntésekről, biztonsági, financiális döntésekről, melyik a megfelelő állapot. Ezek a nagyobb kérdéskörök. A 19. forrásban Rav Yitzhak Halevi Herzog, szintén egy prominens izraeli főrabbi, aki azt mondja, hogy Rabin Nisi modellje a két hatalmi ágazatról, tehát a Beit Din ágazatról és a kínai ágazatról nagyon-nagyon kívánatos. Bizony dolgok, amik a külpolitikával kapcsolatosak, a biztonsági döntések, illetve a monetáris döntések, ez mind a mondjuk úgy, hogy meleg a királyi részhez tartoznának. Viszont az igazságszolgáltatási rész, nem az igazságszolgáltatás, hanem a justice rendszer, viszont a halakha paraméterének kellene, hogy működjön. És azt mondja, hogy ez volt egyébként az egyik legnagyobb litváni rabbinak, tehát Chaim Ozer Grodzinskinak a hozzáállása is, ami valószínűleg nagyon sok litváni poszék között legalábbis pozitívan ítéltetett volna meg. Ennek ellenére azt mondja, hogy ez egy ilyen, a gyakorlatban ezt létrehozni
ez igencsak problematikus dolog, és szinte lehetetlen. És az utolsó mondat a kérdés közben, a Chaim David HaLevi, aki 1998-ban hunyt el, a 20-as forrásban, amit a lapon láthattok, az Aszéle Chalav forrásban. Ő megvan arról győződve, hogy a Tóra nem véletlenül adja nekünk azt a királyi kérdéskört, igencsak mondjuk úgy, hogy kérdőjelesen, kötelessége, opciója, hogy tudjunk választani különböző államformák közül, ami nem csak a Tóra tartására vonatkozik, mert hogy nagyon-nagyon sok kifejezetten szekuláris döntés is van, amit az embernek hoznia kell, mikor egy országot vezet, ami nem csak a vallással kapcsolatos. És ezekben az esetekben ezek a kérdések maradhatnak a szekuláris berkeken. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és Péter, nagyon örülök, hogy hallottalak, látni nem láttalak, de hallani hallottalak. Légy szíves, add át az üdvözletemet az összes lányodnak, akit ismerek.